2020 végéig tart a kormány által létrehozott több mint 2 milliárd forintos Tanítsunk Magyarországért program. Szeptemberben ez a harmadik részéhez ért. Az elmúlt időszak a koronavírus járvány miatt azonban megnehezítette a programban résztvevők munkáját. Egy nem hagyományos fél évnek egy nem hagyományos táborába vesznek részt a gyerekek, hiszen a Covid vírus azért elég sok mindent átírt. Viszont a mentoraink a nem hagyományos tanévben is rettentő nagy erőfeszítésekkel, nagyon kreatívak foglalkoztak a gyerekekkel, és gyakorlatilag úgy tudom megfogalmazni, hogy zökkenőmentesen tudott haladni a mentorprogramunk ez idáig is. Ez idő alatt online tartották a kapcsolatot, de már várták a tényleges találkozást. Most erre a Nyíregyházi Egyetemen lehetőségük nyílt az aktuális járványügyi korlátozások betartásával. Az oktatási intézményben népszerű a lehetőség, közel 60 nem csak tanárszakos hallgató csatlakozott a mentor programhoz. Azt gondolom, hogy itt elsősorban nem is a szakképesítésen van a hangsúly, hanem azon, hogy olyan élményekben, olyan élményeket legyenek szert, és olyan tapasztalatokkal gazdagodjanak, és olyan életpéldákat lássanak maguk előtt, amely kijelölhet számukra egy olyan utat, amire esetleg nem is gondoltak. Tehát ha például elmennek egy gyárlátogatásra, elmennek egy színházi előadásra, hiszen nagyon széles körülök a programok, akkor olyan élményekben lehet részük, amelyek meghatározhatják az ő döntéseiket, hogy milyen szakmát szeretnének tanulni, vagy éppen milyen szakra szeretnének majd az egyetemre jelentkezni. A háromnapos táborban a mentoroknak lehetőségük volt megismerkedni leendő mentoráltjaikkal játékos feladatok teljesítése közben. A cél, hogy megmutassák a továbbtanulási és a munka lehetőségeket a nagyvárosoktól távolabb élő gyerekeknek. Én a Tiszaeszlári általános iskolában vagyok mentorként, és a 7. osztályból foglalkozunk gyerekekkel, ott 8-an vagyunk mentorok, mindenkinek 4 gyerek van, tehát én is 4 gyerekkel foglalkozok. És ez alatt az egy év alatt egész jó kis csapat alakult ki köztünk, ugye természetesen az egészséges határok megtartásával, tehát mentor és mentorát, és azt vettem észre, hogy nagyon nagy élményeket tudunk szerezni ezeknek a gyerekeknek azáltal, hogy különböző helyeken, akár voltunk itt Nyíregyházán a karácsonyi vásárban, az volt a sikere a fél évnek, tehát az tényleg elképesztően élvezték. A program a tanulásban is segíti a gyerekeket. Az USA-ban és Nagy-Britanniában működő mentorálási tevékenységben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei akár 15-20%-kal is javultak. Ez olyan, mintha 2-3 hónappal tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat.